Nagy csütörtök és nagy péntek, az utolsó vacsorára és Krisztus keresztre feszítésére emlékezik a keresztény világ. Módosul a parkolási rend és a boltok nyitvatartása is, 4 napos lesz a hosszú hétvége. Segítség húsvét előtt 100 rászoruló család kapott tartós élelmiszercsomagot. Jó estét kívánok, március 29-e, csütörtök van, 18 órakor ez a híradó, kezdünk, jönnek a részletek. Nagy csütörtök van, ez az a nap, amikor Krisztus az utolsó vacsorát tartotta, ezen a napon elnémulnak majd a harangok, vagyis ma utoljára szólalnak meg, és utána a csend arra emlékeztet bennünket, és arra emlékezteti a keresztény világot, hogy senki sem állt ki Krisztus mellett. A nagy hétre a hívő ember már testileg és lelkileg is felkészült. Ma nagy csütörtökön az egyház a Krisztus kereszthalála előtti utolsó vacsorára, nagypénteken pedig Jézus szenvedésének és halálának napjára emlékezik, és ekkor veszi kezdetét a 3. napi feltámadásra való várakozás. A templomokban nem lesz, csak ige liturgia, és a harangok is Rómába mennek. A hívő emberek testi és lelki megtisztulása a nagy hétre már befejeződik. A gyónás a katolikusoknál bevett szokás, gyakorlatilag a mai napig évente minimum egyszer a hívő katolikusoknak kötelező meggyónni a bűneiket, a vétkeiket, és ez a húsvéti időszakra, húsvétot megelőző időszakra esik a lelki megtisztulás jegyében. Ma nagy csütörtökön a megtisztulás után már az utolsó vacsorára emlékeznek a hívek. Jézus az esti lakomára valószínűleg az Egyiptomból való szabadulása emlékére hívta össze tanítványait. Ezen az estén, ezen az éjszakán megalapítja a papságnak a rendjét, és megalapítja az oltári szentségét. A kettő szorosan összefügg, mert a papság mutatja be a szentmisét, amelyen az utolsó vacsorára emlékeznek, és benne van a megváltás teljes misztériuma is. Az utolsó vacsorán Júdás elárulta Jézust, akit elfogtak és fogságba ejtettek. Nagypéntek Jézus szenvedésének és halálának napja. A Biblia szerint Jézust ekkor feszítették keresztre. A katolikus templomokban ez már a csendesség ideje, a harangok is elnémulnak. Felolvassuk a szenvedés történetet, úgynevezett passiót, és csak áldoztatás van, nincsen a szentmisében átváltoztatás, illetve kereszthódolat. A kereszthódolat során mindenki egyenként a kereszt elé borul, és megcsókolja Jézusnak a lábát, aztán a helyére megy, és ezt követően csendben imádkozunk. A hívők számára nagypéntek böjti nap. A felnőttek csak 3-szor étkezhetnek, és tartózkodniuk kell a hústól, illetve a zsíros ételek fogyasztásától. A hamvazó szerda óta tartó 40 napos böjt húsvét vasárnap ér véget. Holnap nagypéntek lesz tehát, ez már ünnep, így 4 napos hosszú hétvége lesz, és módosul a parkolási rend a városban, de másképp közlekednek majd az MVK járatai, és az üzleteknek is változik a nyitvatartási rendje. A strandok és az állatkert várják majd a vendégeket, a várban pedig húsvéti forgatagot rendeznek. Ügyintézésre nem lesz lehetőség péntektől. A polgármesteri hivatal ügyfélszolgálati irodája, valamint a Mi Hő és Mi Víz irodái is zárva tartanak, de módosul a parkolási rend is Miskolcon. A régi posta utcai parkolóházban nagypénteken és húsvét hétfőn díjmentes a parkolás. A kiemelt közlekedési területeken, vagyis a tiszai pályaudvar környékén szintén díjmentes a parkolás március 30-án és április 2-án, míg a többi napon a szokásos rend szerint a díjfizetés 8-tól 18 óráig tart. A boltokban már ma megnőtt a forgalom. A csoki nyuszik és csoki tojások mellett a füstölt sonka a legkeresettebb, de nagyon sokan vásárolnak tojást és kalácsot is. A legtöbb vásárlóra viszont ebben az áruházban szombaton számítanak. Holnap az ünnep miatt zárva vagyunk, legközelebb szombat reggel 7 órakor várjuk a vásárlóinkat, és vasárnap is hétfőn pedig zárva, legközelebb pedig kedden nyitunk reggel 7 órakor. Az MVK ZRT járatai is másképp közlekednek majd a hét további részében, és húsvét hétfőn is. Március 30-án nagypénteken vasárnapi, illetve azon járatok esetében, amelyeknél nincs külön vasárnapi menetrend, munkaszüneti napra érvényes menetrend szerint közlekednek az MVK ZRT járatai.
Március 31-én szombati menetrend szerint közlekednek a villamosok és az autóbuszok, ez utóbbiknál kivételt képez a 240-es járat, mely nem közlekedik. Vasárnap és hétfőn pedig vasárnapi menetrend lesz érvényben. A húsvéti programokból viszont mindenki kedvére válogathat. A Diósgyőri várban húsvéti kavalkáddal várják majd a miskolciakat, de a hosszú hétvégén a miskolci fürdők és az állatkert is nyitva lesz. Előbbiek pénteken és hétfőn ünnepi nyitvatartás szerint várják majd a fürdőzni vágyókat, az állatkert pedig már nyári nyitvatartás szerint délelőtt 9-től várja a természet szerelmeseit. Nagypéntektől, vagyis holnaptól már 150 csúcsidőn kívüli vonatra érvényes a 20%-os online kedvezmény. A kedvező tapasztalatok miatt a MÁV az eddigi 76 vonat mellett további 72 csúcsidőn kívüli vonatot jelölt ki, amelyeken március 30-ától 20%-kal olcsóbban lehet e-vonatjeggyel utazni. A decemberi menetrendváltáskor bevezetett 5-10 és 20%-os csatorna kedvezmények népszerűnek bizonyultak, ezekkel mostanáig körülbelül 1 millióan éltek. Az utasok már több mint 160 millió forintot spóroltak a vasúti rezsicsökkentéssel. 100 rászoruló család kapott tartós élelmiszercsomagot a Vöröskereszttől. A Borsodabolyai-Zemplén megyei szervezet a 900 ezer forintot farsangi jótékonysági báján gyűjtötte, és abból vásárolták a húsvéti adományokat. Február elején harmadik alkalommal szervezett farsangi jótékonysági bált a Vöröskereszt megyei szervezete. A bálozók a szórakozás mellett gyűjtöttek is. A bál bevételéből idén is rászorulókon segítettek. Az itt összegyűlt összegből, adományokból vásároltunk összesen 180 tartós élelmiszerből, és a húsvéti ünnepkörhöz tartozó egyéb dolgokból, például húsvéti sonka is van a csomagban, 180 csomagot, amelyet 180 rászoruló család kap meg a megyében, ebből 100 csomagot a mai napon Miskolcon adunk át. Óriási szatyor tele tartós élelmiszerekkel. Cukor, liszt, sonka, olaj, lencse és tészta is van benne. Sokaknak nagy segítség lesz ez húsvétra. Ez boldogsággal tölt el, hogy ajándékot kapok, mert hát ez nem gyakran fordul elő velem, és 5 gyereket neveltem föl, nagyon sokat dolgoztam, rendszerváltás után vállalkozó lettem, éjjel-nappal, akkor még nem kaptak olyan sok EU-s pénzt a vállalkozók, és nagyon nehéz volt. A csomagokat a család segítő és azt gondolom, hogy igyekeztünk Miskolcváros teljes területéről azokat a családokat kiválasztani, elsősorban azokat a nagy családosokat, azokat a hátrányos helyzetben élő családokat, akik leginkább szükségét fogják venni most ezeknek az adományoknak így közeledve a húsvéti ünnepekhez. A Vöröskereszt a további 80 csomagot még húsvét előtt eljuttatja a megyében élő rászoruló családoknak. Az ország szempontjából akkor sikerül jól a választás, ha a jelenlegi kormány folytathatja azt a munkát, amit az elmúlt 8 évben elkezdett. Erről beszélt Kövér László Miskolcon. Az országgyűlés elnöke szerint az elmúlt 4 év volt a legsikeresebb időszak a rendszerváltás kezdete óta. Zsúfolásig megtelt az ITC székház szerda délután. Kövér László az országgyűlés elnöke és Csöbör Katalin tartott lakossági fórumot. Az országgyűlési képviselő szerint most sokkal jobban kell harcolni, mint bármelyik másik kampányidőszakban. Itt sokkal többről van szó, nem 4 évről szól az egész nagy a tét, itt a jövőnkről, a gyerekeink jövőjéről van szó. Nem jó, ha megosztott a társadalom, nekünk az a célunk, hogy megvédjük az országot, megvédjük egész Európát. Az országgyűlés elnöke szerint nem az a tét, hogy ki kormányozzon, hanem az, hogy mi lesz akkor, ha nem az a politika folytatódik, ami az elmúlt 8 évben. Az első 4 évben visszarántotta az országot a szakadék széléről, a második 4 évben pedig, hogy mondjam, talán sok mindenki várakozásán felül, de olyan jövedelemnövekedést, olyan életszínvonal növekedést produkált, meg olyan gazdasági növekedést ennek a hátterében, amire nincsen példa 1990 óta az elmúlt 28 esztendőben.
Az elmúlt 4 év volt a legsikeresebb a rendszerváltás kezdete óta, hiszen soha nem dolgoztak annyian, mint most, jelentősen emelkedtek a jövedelmek, a családok támogatására pedig egyetlen kormány sem fordított annyi figyelmet, mint a jelenlegi, tette hozzá Kövér László. Minden szépen és jól alakul, csak van egy jelentős probléma, az a világ, ami körülöttünk van, és ebből fakadóan a migránsválság, és azok a tervek, amelyeket Európában, az Európai Bizottságban szövegetnek, meg Soros György hálózatában, amelyek arról szólnak, hogy hogyan lehet lecserélni Európa népességét. Az országgyűlés elnöke úgy fogalmazott, ezért fontos, hogy április 8-án megvédjük Magyarországot és azokat az eredményeket, amiket az elmúlt 8 évben sikerült elérni. Legkényelmesebben az internetes kitöltővel módosítható a NAV által elkészített SZIA a bevallási tervezet. Az ÁFA fizetésre kötelezettek és az őstermelők bevallási tervezetüket a legegyszerűbben az e-SZIA felületen egészíthetik ki és módosíthatják. Ezek nélkül a lépések nélkül az ő tervezetük nem válik automatikusan bevallássá május 22-én. A többi adózónak nincs teendője, ha a tervezet számaival egyetért. 400 000 forint adományt kapott a Merrák Info Egyesület borsodi csoportja. A Bokik és a Lions Club gyűjtötte össze a pénzt jótékonysági bájukon. Az elmúlt években támogatták már a Vakok és Gyengénlátók Egyesületét és az autista gyerekeket is. Az idei adományt Bihal Tamás a Bokik elnöke és Hajdú László az első Miskolci Lions Club soros elnöke adta át a Merrák Info Egyesület képviselőjének. Kamarai bál tombola bevételének a teljes összegét adjuk át. Az, hogy kinek adományozzuk, ezt a partnerünk, a Miskolci Lions Club határozta meg, ezt mi elfogadtuk, és ez alapján ebben az évben tehát a Női Merrák Egyesület fogja ezt megkapni. Négy egyre győzött, és így szépített a 4 nyertes mérkőzésig tartó Erste Liga döntőben a DVTK Jeges Medvék. A jégkorong finálé szerda esti mérkőzését úgy kezdhette a MAC Budapest, hogy összesítésben már 3-0-ra vezettek, és ha nyernek, véget ér a sorozat. Ám a Medvék ezúttal jobbak voltak, és győzni tudtak. A párharc szombaton a fővárosban folytatódik. Az első harmad nem hozott gólt a mérkőzésen, majd a második közepén egy korongszerzésből fordulhatott támadásba a vendégcsapat, és Klempa lövésével a vezetést is megszerezték. Ez a lövés sem volt csúnya, de másfél perc elteltével egy még szebbel egyenlített a DVTK, Rasmus Kulmala volt a kivitelező. Nem vették le a lábukat a gázpedálról a piros-fehérek, és bő 5 perc elteltével emberhátrányból megszerezték a vezetést a jégre visszatérő Magosi Bálint lövését követően. A nagyon komoly mezőnycsatát hozó záróharmad végén kapusát lehozva rohamozott a MAC, és ezt először Galanis Nikandros használta ki, majd a bedobás után Peter Sakaris is betalált még 2 másodperccel a vége előtt, kialakítva a 4-1-es hazai győzelmet. Összesítésben így pedig 3-1 a MAC javára. Ezúttal kicsit talán merev, görcsös volt a játékunk az első harmadban, de hát ez egy nagyon fontos mérkőzés volt számunkra. Jó volt az emberelőnyös játékunk ezúttal, igyekeztünk minél kevesebb esélyt adni ellenfelünknek. A másodikban már több helyzet adódott mindkét oldalon, de mi talán akkor játszottunk a legjobban. A vendégedző szerint csapatának ezúttal is megvoltak a helyzetei, mint ahogyan a hazai együttesnek is, ám a szakember is kíváncsian várja majd ezek után, hogy a két hazai élcsapat párharcát ki hogyan bírja majd idegekkel. Ez két jó csapat véleményem szerint nagyon magas színvonalú összecsapása. Én azt gondolom, hogy ezt ma is nagyjából sikerült megvalósítani, nem sikerült elég gólt lőni. A meccs érdemi részében sikerült 2 gólon tartani az ellenfelet, ami kulcskérdés a védekezésünkben. Itt hívjuk fel nézőink figyelmét arra, hogy a jégkorong döntő első miskolci sikerét hozó találkozóját híradónk után 20 óra 30 perces kezdéssel követhetik figyelemmel. Nagy csütörtök és nagy péntek az utolsó vacsorára és Krisztus kereszthalálára emlékezik a keresztény világ.
Módosul a parkolási rend és a boltok nyitvatartása is, 4 napos lesz a hosszú hétvége. Segítség húsvét előtt 100 rászoruló család kapott tartós élelmiszercsomagot. Ez volt a Miskolc ma csütörtökön, híradóval nagypéntek este 6 órakor várjuk majd Önöket legközelebb, addig pedig a minap.hu online hírportálon olvashatnak friss információkat. Itt természetesen riportjainkat is megtalálják. Észrevételeiket is elküldhetik nekünk az info@mikon.hu e-mail címre. Holnap a meteorológia szerint borongós idő lesz, ezt ígérik a meteorológusok, esőre is számítani kell. Részletek mindjárt jönnek az időjárás jelentésben. Hamarosan kezdődik programajánlónk, utána pedig a promenád. A híradót készítő kollégáim nevében én köszönöm figyelmüket, további szép estét és jó tévézést kívánok, viszontlátásra!